Kosik Anita és Gulácsi Tamás a magánéletben már régóta egy párt alkot, a színházban azonban még csak most lett erre lehetőségük, méghozzá a Delia szereplőiként. Jó estét, sziasztok! Jó estét! Hát gondolom, hogy nyilván nagyon izgalmas helyzet. Gyakorlatilag azt mondja szerintem sok ember, hogy milyen könnyű, hát nincs más dolgotok, mint hogy mindazt, amit megéltek a hétköznapokban, azt egy picit a darabba ágyazva megjelenítsétek nem a színpadon. Meg a hétköznapokban. Na, meséljetek. Vagy mi az, ami, miről szól maga a darab először is? Hát egy szerelmi sokszöggé fajul a dolog, de azért próbáljunk úgy beszélni, hogy nem árulunk persze el olyan titkokat, amit a poén nézők kedvét szegné, hogy megnézzék az előadást. Hát mi az alapszituáció az, hogy Virág László nyer a lottón, nyer 38 ezer pengőt, ami egy elég nagy összeg volt abban a korban, amikor játszódik. És van egy szolgáló lányuk, úgymond. Egy pincérlány, így van. Van aki, egy csárdánk. Uh-huh. Igen, van egy csárdánk, és a Virág László hát viszonyt folytat ezzel a hölgyel, akinek amúgy meg szintén van egy vőlegénye már. Szóval, ezért sokszög. Ezért sokszög, és még vannak még dolgok. Elrejtve dolgok. Hát végülis ez a kiindulás, és akkor ebből jönnek a bonyodalmak. Igen. Tehát gyakorlatilag akkor ezért is kikéritek magatoknak. Itt nálatok két szög van, igen, nincsenek különböző kalandok, de hát mégis ugye maga a házasság, illetve a szerelem, mint olyan, az megjelenik a ti életetekben és a színpadon egyaránt. Egy picit lehet arról beszélni, hogy mondjuk színészként, és tényleg két olyan ember, aki szereti egymást egy ilyen előadásban, ahol házasokat is kell alakítani. Mondjuk hogy néz ki? Másképpen próbáltok, mint egy másik darabban, ahol mondjuk nem házaspárt alakítottok? Nem, mert ugyanúgy viszonyokat kell csinálni. Csak mit tudom én, hát néha nem a Tomival, vagy legtöbbször nem vele dolgoztam eddig, de ugyanolyan szerelmi, nem szerelmi, anyai, gyermeki, stb. Viszonyokat kell boncolgatni mindig, és teljesen mindegy, hogy ki a partner, vele kell dolgozni. Igen, talán annyi a könnyebbség, hogyha már mindenáron ki akarjuk hangsúlyozni azt, hogy mi a magánéletben is házastársak vagyunk, hogy bizonyos helyzetekben mondjuk komfortosabban érezzük, igen, magunkat a színpadon, könnyebben érintjük meg egymást, vagy egész egyszerűen, mit tudom én, hamarabb észleljük a másik rezdüléseit, jobban ismerjük a másikat, tudjuk egy nézésből, hogy jó, most ő ezt akarja, vagy most ebben az állapotban van. Tehát ilyen szempontból könnyebbség, de amúgy más embereket kell eljátszanunk a színpadon, tehát valóban ugyanúgy feladat. Azért izgalmas ez ugye a nézőknek, mert például filmforgatásokkor, ugye nem általában, például mondjuk itt hollywoodi filmekre gondolok, sokszor szerelem szövődik a hétköznapi életben, és akkor ebből mindenféle ajtócsapkodások is, akár aktuális ámválások is lehetnek. Ez lenne, akkor nem igen maradnának párok, akik színészek. Tehát, hogyha az összes olyan alkalommal valóban halálosan beleszerettem volna, és viszont a partnereimbe, akkor tehát azt nem lehet, hát ez egy 6-7-es... Folyamatosan mindig. Akkor a következő. Igen, és akkor, tehát, hogy nem tudom, évente 4 csávót elfogyasztani, igen, vagy nőt, ki tudja, mit játszunk, ugye, vagy darabonként 3-at, tehát, hogy az úgy nem, azt nem lehet csinálni, meg kell tartani egy olyan egészséges, és ez munka egyébként, nagyon, nagyon kemény munka, hogy reggel és este mi vagyunk. És akkor abból a biztonságos helyzetből, amit mi megteremtünk magunknak direkt, abból el lehet menni színpadon dolgozni mást. Mi van? Csak annyit akartam mondani, hogy ez ugyanúgy a szakma része, tehát ez a szakmánk része. Tehát a színpadon megélünk érzelmeket, és ez a feladatunk, hogy eljussunk egy próba a folyamat alatt, hogy azokat ki tudjuk magunkból hámozni, akár a másik ember felé is, de igenis a szakma része az, hogy letegyük azt a szerepet, amit játszunk, és itt most nem csak arról beszélek, hogy valaki egy szerelmes párt alakít a színpadon, ha én egy pszichopatát, vagy egy gyilkost, vagy egy elmebeteget játszok, akkor lehetetlen az, hogy akkor én utána a hétköznapokban így viselkedek. Egyszer, jó, nyilván egy előadás után is, van egy kifutási idő,
amikor az ember nem azzal, hogy lejön a színpadról, átöltözik és megiszik egy zsája teját, vagy... Igen. Tehát, hogy nyilván van egyfajta kifutás, amíg az idegrendszer megnyugszik, de nyilván minél idősebb az ember, vagy minél többet játszik, ez annál könnyebbé válik, úgymond, vagy legalábbis már jobban ismeri ezt a szituációt. Már meglátjuk, mert ezt 30 év múlva erről elbeszélgetünk. Majd akkor bejátsszuk ezt a kis mostani beszélgetést. Igen, talán azért nehéz már lejönni a színpadról, valóban visszavedleni hétköznapi emberi. Egyetlen nehéz elképzelni, hogy ti színészek tényleg visszatudtok változni valóban emberek, már bocsánat, igen, nem igen. Úgy emberekké, tehát hétköznapi emberekké, és valahol olyan, mintha azért ezek a szerepek mindig egy picit vagy hozzáadnának, vagy árnyalnának a személyiségetekhez, és sőt, ha még hazamentek, akkor nagyon nehéz letenni ezt a munkát, hiszen ha egy orvos hazamegy, nyilván nem folytatja a műtétet, de hát a szerephez való felkészüléshez meg óhatatlan, hogy otthon is gyakorolni kell. Igen, de hogyha alapvetően azon dolgozom, hogy a mentális állapotom rugalmas legyen. Tehát ez szerintem elengedhetetlen, és egyre fontosabbnak látom, ahogy most kezdenek működni ezek a dolgok nálam, most valahogy így összeért egy pár szál, hogy bele kell dögleni, de nem úgy, hogy aztán állandóan elpusztuljak, hát úgy nem lehet élni, vagy ne agyisten lenne egy gyerekünk már, hát azt nem lehet vele csinálni, hogy én nem tudom, Lady Macbeth vagyok, és elpusztítom, vagy szóval ilyen nincsen. És várjál csak, azt akartam mondani még, most ki is csúszott a fejemből, de mindjárt szembe jut, hogy igen, hogy ez is egy ilyen tök dinamikusan változó dolog. Nem mindig tart valami ugyanannyi ideig. Van olyan előadás, amiből könnyű kilépni, és van, amiből nehezebb kilépni. De ha nem akarok kilépni, az azt jelenti, hogy egy másik ember életét akarom élni, mint a sajátomat. Uh-huh. Hát az hülyeség. Hát a saját életem az tök jó. És akkor megtehetem azt, hogy kiállok jelen esetben egy Marián nevű férjes asszony mellett, és teljes erőbedobásommal mellé állok. És ebből esetleg tanulhatok is. Tehát amit mondtál, hogy árnyal, meg hozzánk tesz meg minden, igen, persze, hiszen olyan szituációkat csinálunk, amit esetleg életben nem. És akkor megnézhetem, hogy mi tör föl, mi jön ki belőlem. Arról például tudunk beszélni, hogy ez mi. Vagy hogy ezt a mi életünkben hogy lehet csinálni, ha egy ilyen dolog fölmerül, legyen az bármi. Tehát ilyen értelemben nagyon lélektisztogató dolog ilyesmivel foglalkozni, hogy egy másik ember mellé állni. Sajnos az időnk az nagyon fogy. A nézők még most addig, ameddig a színház nyitva tart, meddig láthatják az előadást színpadon? Egy darab előadás lesz magán a színházon belül, és utána a szabadtéri színpad fog ezzel nyitni, és aztán a következő évadnak az első nagy színpadi bemutatója ez az. Tehát igazából jövőre. De most így saját magunknak bemutatjuk, hogy most ez van, és akkor utána, tehát házi főpróbát csinálunk, és akkor utána jövőre lesz. És előtte pedig június 14-én a szabadtérin. Hát akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és a nyára pedig nagyon sok olyan napot, amikor aztán nagyon jó életet élhetitek egymással.